Ablakmatrica, adathalászat, antiparti arc, arcvesztés, aszfaltpárt. Ezek a szavak is az elmúlt esztendők termékei, és még csak az A betűnél tartunk a felsorolásban. Látható, hogy szókincsváltó évtizedeket élünk, amely a rendszerváltozással indult, és a digitális fordulat ezt felerősítette, állítja Balázs Géza. A médiából is ismert népszerű nyelvész televíziónknak azt mondta, ezt a gyors folyamatot követi figyelőszemmel a Nyíregyházi Egyetemen tanító dr. Minya Károly, akinek ez már a harmadik ilyen jellegű kötete. A 2000-es évek elején jelent meg az első, amelyben 1200 szó volt, a mostaniban pedig 850 új szó van. Aki kézbe veszi, meglepődik, mert egy részét mondhatjuk, hogy nem is ismeri, mert a hétköznapi életben nem használjuk ezeket a szavakat, meg csak egyszer fordultak elő, vannak ilyen kifejezések. De a másik részre meg azt mondja, hogy hát ezt már hallottam, csak nem tudom a pontos jelentését, milyen jó, hogy megismeretem ezt a szót. Ezért mondhatjuk, hogy ez a szótár egy olyan kaland, fölfedezés, hogy mennyire változik a nyelv. És hogy mi inspirálta az újabb kötetet? Annak idején a doktoriát készítve a mai magyar nyelvújítás az új szavak volt a témája Minya Károlynak, aki később azt gondolta, fel lehetne dolgozni a szavakat szótárformában. 6 évente jelentkezik ezzel a munkával, melynek főszereplőit szeretné úgy megválogatni, hogy érdekesek legyenek a mindennapi nyelvhasználónak, ugyanakkor forrás alapul szolgálhassanak a nyelvészek számára, utánpótlás pedig van bőven. Nem tudom nem megtenni, hogyha találkozom egy új kifejezéssel, akkor azt ne írjam fel. Ugyanakkor én a szó szoros értelmében lyukasra szoktam olvasni az újságot, ugyanis ha találkozom egy új szóval, akkor kiszakítom azt a részt, hiszen szövegkörnyezetben kell látnom a kifejezést, és viccesen és félig komolyan is szoktam mondani, hogy nekem névnapomra, születésnapomra is új szavakat szoktak adni ajándékba ismerőseim, barátaim. A harmadik kötet megjelentetését is felkaroló Tintakönyv kiadó igazgató főszerkesztője azt vallja, a gazdag magyar szókincset 1000 oldalról kell eltározni. Kis Gábor szerint a szó az élet tükre, s a szó nagyon is jellemzi azt a kort, amelyben megszületett. Ha az idősebbeknek azt mondjuk, hogy kitelepítés, padlás, lesöprés, akkor azonnal az 50-es évekre gondolnak. Minden korban születnek új szavak, észrevétlenül a éppen akkor élők számára szinte észrevétlenül, és hát sajnos a szomoron állapítjuk meg, hogy hullanak is a nyelvből ki szavak. Hiszen itt a szemünk előtt az elmúlt 3-4 évtizedben a paraszti gazdálkodásnak a szavai hultak ki, és ma már egy szakajtó, egy mángorló, egy fiatal, egy diák számára ismeretlenül cseng. A nagymamáknak meg a mostani szavak ismeretlenek, amiket a fiatalok természetesen gyorsan és automatikusan használnak, így nő a generációs szakadék, már ami egymás megértését illeti. Azért vannak szép és különleges példák is az új szavakra. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda már 9. éve hirdeti meg az év szavait 4 kategóriában. Ez esetben arra törekszenek, hogy pozitív üzenete jelentés tartalma legyen. Így 2019-ben a fényvillamos kapta a képzeletbeli kitüntetést, ami a karácsony idején feldíszített jármű, és már szócsaládja is van, fénybusz is létezik. Az év ifjúsági szava a Muti mit eszel, mely korábban egy bloggertől indult. Az év antiszava a horror karaván, vagy másképpen zombi szerelvény trélerek sorozatával, az év költői szava pedig a Boldogasszony csipkéje, a Málna nyelvjárási megfelelője, mely az Ország tortája versenyen tarolt. És ez bizony nem Z-kategóriás szó, hanem kifejezetten szép, hogy egy újabb friss szóval zárjuk a tudósítást Minya Károly tanár úr könyvéből.